forma szövege, ami alaphatozatban benne van, hogy ez alapján kell elküldeni, azt egyeztettük a mai nap folyamatban, vagy a tegnapi nap folyamatban a Vasi Péterrel, tehát az a határozat ebben az úgynevezett formai szöveg kiegészítésével kerülne akkor elküldésre, ami a tehát ezt a napi nap pontot vennék föl három el alatt. Nem. Ez rendkívül. Ezt egész év után küldtem el. Elvileg ott van most már az e-mail címeken, igen. Egyszerűbb, hogyha csináltatunk egy kinyomtatott formát, mert most nincs internet csatlakozást, tehát jó. Vonatkozóan jó, hogy kinyomtatott formát. Jó, kérdezem, hogy ja, azt megállapítom, hogy a testület tét száma 5 fő, kettő jelesztét, hogy később megkérdezzenek. Ki az a nap, ki a napi rendeket ezekkel a módosításokkal kell fogadni. Köszönöm egy hangulat, a jegyzőkönyv vezetésére továbbra is a csillát kérnénk föl, és a hitelesítésére mondat is. Ki az, aki ennál ide tudja tenni? Köszönöm, ezt is egy hangulat elfogadni. Az első napi rendi pontunk a határozatokról szóló beszámoló. Ez most mondjam, egy kicsit hiányos az eddigiektől, részint azért, mert a félhivatal folyamatos továbbképzésen van, részint ugye a jegyzőasszony helyett még a Oláti úr, aki segítkezik, az még nincs ennyire a folyamatokban benne, viszont maga a határozat a 125/2016 10.27-től a 141-ig tartó határozatok fel van jósolva, hogy az intézkedések részben hiányoznak belőle. Gondoljátok, akkor folyamatában végigmentünk, ha bár a bizottságok is tárgyaltak, illetve a testület is döntött róla. A 126/2016-os, ez az adóbeveli bevételek esetében elévő tételek leírása, ugye ez... Az teljesült. Tehát kvázi ki lehet pipálni. A óvoda... Tessék? Ahhoz, hogy kinyomtattátok a fejlődőt, de jó? Ja, ez nincs ott nálatok? Nincs. Ez sincs ott? Ezt kértük, hogy igen. Ja, bocsánat, akkor addig levegőszünet. Én azt hittem, hogy ezt megkaptátok. Csak a izét a másikat nem. Jó, de akkor így egyszerűen lesz. Még egy nap. A határozatokról szóló beszámoló. Az csak el lett küldve. Csináljuk egy megtatást arra vonatkozóan is. Lehetőség szerint minimálisan 6 példányban, hogy a hiányzó képviselők is, ha megjönnek, akkor itt legyen papír a problémát. Jó? Jó. Hát ami a polgármester úrnak megvan. Az csak szerintem, hogy a képviselők nem kapták meg. Köszönöm.
126-os az teljesült, 127-es az óvoda nevelési évre vonatkozó, 11 évre vonatkozó munkaterv. Abban mi a helyzet? Elfogadásra kell. Intézménynek meg lett küldve, csak azért kérdem, mert nincs több feladatokra is. Jó. Intézménynek meg lett küldve, folyamatában van az úgy jó. 128-as. Ez az egyszerűsített eljárás, gyakorlatilag ennek a kiegészítése jön most, ugye? Nem. Biztos, hogy nem, de ez nem volt. Ez a bölcsély, ami most lesz. És ez mely? Településrendezési eszköz, hát ez nem valami. Ez a véleményezési szakasz volt, amikor a véleményeket behoztunk. Igen. De az a bölcsély, amit nem. Nem. Az egészen vonatkozó. De. Kivondálva, hogy nem nincs is. Csak a beszokhatsi mondani. De bölcsi volt most mindegy csillag. Azért mondom. Jó. Hát az még nincs. Az még nincs itt. A folyamat. Tehát ennek a kiegészítése fog most megtörténni. A 130-as az a útszélesítés, az egy lejegyzés, ahol kapcsolatban gyakorlatilag megvárjuk az új jegyzőt, illetve remények szerint egy nem főállású felépítést, gyakorlatilag ő tudja elindítani ezt a folyamatot. A 131-es szintén egy hasonló téma, egy útfejegyzés, és a 132-es szintén egy útfejegyzés témája, tehát akkor a december megvárjuk, és akkor fogjuk. Igen, de itt a 131-132-es német volt egy olyan kérése a testületnek, hogy kimaradt egy szakasz abban, ugye ez a 0.18-0.13, és a 0.15-nek is. Igen, gyakorlatilag ahhoz kell, tehát azt most nem tudjuk indítani, mert az jelen pillanatban nincs a szabályzási tervünkben benne. Tehát azt meg akkor fogjuk tudni, hogy a szabályzási tervünket elfogadjuk az újat, és ott már ott szerepel, azon a vonalon, és akkor tudjuk indítani. Okay. Tehát ez azért maradt akkor ki. Ugye, mert akkor is arról beszéltünk, hogy azokat, amik a szabályozási terv szerint indítható folyamatok, azokat a indítsunk most. A kivitelező kiválasztása megtörtént, jelen pillanatban még szerződést nem kötöttünk vele. A 135-ös a 0-20
27-es település fejlesztő szerződés módosítása, ez megtörtént. 136-os legitett lejegyzés, ugyanaz, mint az első három. 137-es amikor szerződés tervezett elutasítása. Az az utolsó elutasítása. Az első elutasítottátok, utána lehet, hogy ja, hogy itt tettem, akkor már van elutasítva. Jó, akkor az ilyen értelme teljesült, jó. És akkor van a jelzálogban sorcsere, a lazarétre vonatkozóra, hogy az elutasításra került. Igen, és akkor itt jön a 139-es a szerződés, nem? Településen a szerződés kötése, ez ugyanaz, mint a lazarét? Igen. Jó, hát szerződések még nem kötöttek meg természetszerűleg. Jelen pillanatban ott tartunk, hogy a tulajdoni lapok lekérése után a tulajdonosi változásokat most elvezettük, és az összes érintett tulajdonos megkapja a településrendezési szerződést, illetve a egyes számú mellékletét, és ez egy folyamatos eljárás lesz. Nagy valószínűséggel hónapokig, akár egy évig is eltarthat. Végül is a szerződés tervezett lett. Szerződés tervezett. És akkor van egy jelzálói krancsolcsere, ami az egyik, ugye az a nem lazarét ingatlanra vonatkozólag elfogadta a testület, a másikat pedig a lazarét ingatra vonatkozólag elutasította. Ezek történtek az elmúlt testületi ülésen meghozott határozatok végrehajtásával kapcsolatban. Kérdés észrevétel? Nincs, akkor ki az, aki el tudja fogadni a beszámolót, kérem részbeltartására leszámolni. Köszönöm, hogy hangulat elfogadta a képviselőtestületben a beszámolót. Következő napi rendi pontunk a 2017 évi adórendelet. Előjáróban annyit szeretnék tudni, amivel a képviselő azt nagyon lelkesen a bizottsági pénzügyi bizottsági ülésen is itt voltak, illetve a humán bizottság is tárgyalt az adórendeletet. Pontosan azért, mert érzi ennek a súlyát, fajsúlyát. Ugye a helyi adórendeletünket a tavalyi, illetve az idei évben a kúria több pontban megkifogásolta. Három lényegi változás kvázi kifogásolt meg 30 oldalon keresztül. Ez a diszkriminatív eljárás a helyvállalatú és a nagy helyvállalatú tulajdonosok közötti. Több ingatlanra is igénybe vehette a kedvezményét. Kedvezményekre vonatkozó bizonyos. Miközben a másik meg nem kapott. Tehát itt nem az volt a kúriának a állásfoglalásában a probléma, hogy a helyben lakó kap, a másik meg nem, hanem a helyben lakó több ingatlanra is igénybe vehette. Igen, akkor ez így pontos. Köszönöm szépen. És ezen kívül az épület építmény megnevezést fogásolta meg, és mi volt a harmadik pontja? Kapcsolatba tett egy észrevételt, ami számomra értelmezhet a és ezáltal ugye, mivel ezek a kifejezések a 16-os adórendelet, illetve több helyen és több ponton szerepeltek, ezért gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az adórendelet kiemelő részét cserélítette meg a kúria 2016-os decemberi javabája, és felhívta a figyelmünket arra vonatkozóan, ami a helyi adórendeletünkben volt, magas kedvezmény,
rendezvény, hogy mindent a képviselő testület, hogy mondja a kiszolgálójátékre vonatkozólag, és akkor itt a Lógia, a pince, garázs épületekre egy jelentős adókedvezményt adott. Ezt kifogásolta és közölte, hogy a törvény szerint nem adható ekkora mérő adókedvezmény ezekre a épület részekre, és kérte, hogy a törvényben meghatározott kedvezmények mértékét vegyük figyelembe. Ennek következményeként gyakorlatilag ugye teljes úgymond adórendeletet át kellett dolgozni, de továbbra is, illetve a vezérelvként a pénzügyi bizottság is, illetve az ebben dolgozó emberek azt vették alapul, hogy lényegi változás az adófizetők részéről ne történjen, mármint lényegi adók növekedés ne történjen, és ugyanakkor ezeket a hát általuk megfogalmazott jogszerűségi intézkedéseket meg építsük be az új adórendeletünkbe. Ezáltal mondhatni azt, hogy első olvasatra talán egy picit a százalékos arány, mivel nem kerek számokról van szó, hanem illetve úgy kerek számokról, hogy nem kerek egész számokról, hanem 61-63 meg ilyen jellegű számokról van kedvezményként figyelembe véve. Ez pontosan azért történt a bizottság részéről, a hivatal részéről, hogy a vonatkozó ingatlanoknál, amit természetszerűen nem lehetett egyesével megvizsgálni, de egy általános vizsgálat alapján, hogy a törvény által magasabbnak ítélt beépíthetőség négyzetméterét alapul véve a fizetendő összeg mégse legyen magasabb egy-egy tulajdonosra vagy ingatlanra vonatkozóan. Ez nem azt jelenti, hogy sehol nem lesz változás. Vannak olyan ingatlanok, tulajdonok, ahol pár százalékos növekedés lesz, vannak olyan ingatlanok, tulajdonok, ahol pár százalékos csökkenés lesz a mostani adórendeletünk elfogadását következményeként, ha az a jövő évtől hatályba jön. Többször tárgyaltam az adórendeletet. Megköszönöm azoknak a képviselőknek, akik nem a bizottság tagjai és mégis részt vettek a tárgyalásokban. Építő jelleggel tettek hozzá. Végül is a kialakult forma az valahol tükrözi azokat az irányú elveket, amit megfogalmazott magának a bizottság, illetve a tovább ne sófoljuk az adóterheket a lakosság számára, viszont mivel a bevételre szükség van, kevesebb se legyen a befolyóra. Körülbelül természetesen, mivel a kúria döntésének megfelelően át kellett dolgozni az egészet, azoknak a tulajdonosoknak, akiknek második ingatlana van, vagy haszonélvező és nem abban az ingatlanban lakik, azoknak lényegesen növekedni fog az adója, de ez a kúria döntésének megfelelő. Képviselő részéről kérdés összeolgatok. Hát a Honvéd Bizottság is tárgyalta ezt a dolgot, amit az adó rendeletünket, és azt pozitívunként állapítjuk meg, hogy a valóban az ingatlanában lakó tulajdonosokra némi változások lesznek, ahogy mondtad, tehát eltérő módon, de azért az adóteher nem fog számítani jönni. Egy dolgot vettünk észre, illetve tettünk szóvá, amire várjuk a választ jelen pillanatban. A tavalyihoz képest az építési tilalom alatt álló telkeknek a kedvezményével mi a helyzet? Ez tegnap a pénzügyi bizottságon szóba került, a Honvéd Bizottság részéről. Éva tolmácsolta, hogy a Humándon ez
16 évi adórendeletbe és a 15 évi adórendeletbe is ez szerepel. 50% kedvezmény, törvényi adómentesség vonatkozik azokra a kedvezményekre. Tehát nincs változás. Pont ugyanaz. Nem volt 100%. Nem volt 100%. Tehát számukra nem emelkedik ez. Nem. Nem változik. Akkor rosszul tettem, bocsánat, kérek. Valami kérdéshez szeretnék? Csak tolmácsolni szeretném engem a kis kert tulajdonosok, illetve időtulajdonosok hívtak föl, mert aggódnak, hogy jönjük az adóit, de szerintem Nekik pont csökkent. Csak az irányba fogalmaztak meg egy aggodalmat, csak nem tudtam pontosan azt adni, hogy rendezetlen épület, tehát rendezetlen viszonyú épület, hogy hogy arra az esetre jelentősen megnő az adótétel, de szerintem abban is. Nem volt ilyen kitétel. Igen, és most sincs. Nem szerepel a csökkentelen. Volt róla szó a tavalynál, de ugye, nem került bele. Tavalynál volt róla szó, de nem került bele, idén meg szintén nem került bele. Jó, köszönöm. Akkor pontosan azért, mert a rendezést az lenne, hogy rendezett funkciójuk legyenek. Viszont azáltal, hogy ezek az épületek jelen pillanatban az OTÉK új előírásainak nem felelnek meg. És rendezhető. És hát most nem azt mondom, hogy nem rendezhető, mert azért szóval ennek időt kell adni ennek a rendezéshez, inkább így fogalmaznék. Ugyanakkor meg valóban el kéne mozdulnunk abba az irányba, hogy rendezett legyen, mert ugye a tavalyi adóévben is ebben szembesültünk, hogy olyan mennyiségű és létszámú rendezetlen dolog van a településen, hogy azért ennek a rendezésének az irányába el kéne mozdulni. A jelenlegi adó rendeletünk ezt tulajdonképpen megint nem tudja, vagy nem tud erre úgymond ráerősíteni, félő, hogy ez úgy ott marad a levegőben, és majd évtized múlva is még hasonló káoszos állapotokkal fogunk találkozni. Ennek a módját még nem tudom, hogy milyen formában, de valamilyen formában meg kell ejteni, hogy időt adva természetesen ennek a folyamatnak, de rendezve kerüljön, és rendezésre kerüljön ezek a ingatlanok és a épületek. Tegnap a bizottság egy kiegészítést tett a telekadó kedvezménynél, hogy ott az 55%-nál nem volt teljesen egyértelmű az, hogy mely ingatlanra szól. Itt egy nem lényegű, de kiegészítést tett bele a bizottság, hogy arra az ingatlanra szól ez a kedvezmény. Tehát nem vehet igénybe más ingatlanra, kizárólag arra az ingatlanra. Ennyi pontosítást tettünk be. Valami kedvük? Amennyiben nincs, akkor felteszem a kérdést a képviselőnek. Igen, van egy határozatunk erre vonatkozólag. Találom, és utána egy rendeletet alkotunk. Határozatot arról, hogy a új rendeletet alkotunk, arról egy határozat kell.
2017. január 1-én hatályos rendelet tettem fel szavazásra. Ki az, aki ezt el tudja fogadni a 17. január 1-től hatályos adórendeletet kérdezve tartására lesz. Köszönöm a tartózkodás. Egy tartózkodással. Újságban benne van, ez decemberben ki kell hirdetni, holnap újság, tehát ez mindenféleképpen. Elvileg kifüggeszteni, mert... Kifüggeszteni, kihirdetni. A hármas napirendi pont a iskola körzethatárainak véleményezése, ezt is tárgyalta a hangbizottság, hogy emlékszem, igen. Hát nagyon egyszerű az ügy, tehát az iskola között határozó Prizsgorosan területe volt, és ha további javaslatunk azt, hogy tulajdonos Prizsgorosan a területe. Nem tudjuk pontosan, miért került ez elé. Valószínűleg az lehet a dolog hátterében, hogy a jelen pillanatban már két iskolai épületünk van. Ugyanis az Aura, mindjárt befejezem a mondatot. Az Aura jelen pillanatban a Német Nemzeti Általános Iskola telephelye. Az igazgatója az, hogy már statisztikát úgy kellett leadni a telephelyre vonatkozóan, és nagyon nehéz volt neki, hiszen egy gyermek sem járódott, tehát egy nullás statisztikát nem is tudott leadni. Talán megszenvedett. Lényeg az, hogyha van telephelye, akkor elvileg lehetne olyan határokat úgy húzni, hogy melyik telephelyre, melyik gyermek járjon, tehát egy tónakó járjon, de ugye ez nem merül föl, tehát jelen pillanatban egy iskolában és Prizsgorosan a területén járnak gyermekek. Hát a beszélgetés során azért fölmerült az is, hogy ha jövőre ugye olyan, ebben a régi épületben indítható el kettő osztály, úgy tudjuk, hogy nem indítható. Plusz egy osztály. Plusz egy osztály, így is mondhattam, igen. Úgyhogy ezt lehet, hogy a rendeletnek szigorúbban érvényt kellene szerezni. Vagyis, hogy valóban csak Prizsgorosan lakó gyermekek jelentkezzenek az iskolába, amennyiben a létszám ezt indítja az elhelyezésük. De a rendelet arról szól, hogy a körzethatáron belül dolgozik a gyerekeket. Tehát ez a rendelet erre alapot ad, amelyet oda jutunk. Nagy mértékben a jövőjétől fog függeni, de amennyiben lehetőség lesz a lenti épületnek a Krik által üzemeltetett épületnek a felújítására, hogy valóban oktatás céljára alkalmas körülményeket tudjunk, mint az önkormányzat biztosítani, akkor nagy valószínűséggel ez a probléma megszűnik. Bízunk abban, hogy nem csak mi szeretnénk ennek
az épületnek az ilyen jellegű hasznosítását, hanem azok a szervek is, akik erre forrást tudnak biztosítani. Most egyébként az intézmény vezető asszonynak beszélgetve az is kiderült, hogy volt már egy forduló a lenti épület hasznosításával kapcsolatban, mert fölmerült a klikben az ötlet, hogy a két felső tagozat, hát az ürön és a külisborosan a felső tagozatba járjon oda. Most erről többet nem tudok, hogy tudsz esetleg. Ez az ötlet, ez gyakorlatilag hol felmerül, hol elalszik. Tehát ez így folyamatos ötletelés, úgy mondjam. Valóban, amikor még mielőtt az önkormányzat tulajdonba kapta, akkor már volt arról tárgyalás vagy beszélgetés szinten elképzelés, hogy a két település felső tagozatai járjanak oda, és az alsósok maradjanak a településen. Aztán ez úgy pontosan a szakmai véleménykülönbségek miatt elhalt, akkor mi van, hogy Kilisboros jön, mivel Kilisboros jön területén, hogy Kilisboros jönőjé, úgymond a terület is meg ő kapta vissza, akkor a borosodmi gyerekek ellátása. Ezek szerint valaki megint bedobta ezt a... Hát nem, amire tudom, nem valaki, hanem a főkivédott valószínű. Ez azért érdekes már, amikor... Hogy? Szeptemberi bejárás után, amikor láttam, hogy otthon, szeptemberi... Igen, én ezt most csak a Dórától tudom, tehát ő kérdeztem tőle, hogy van-e valami újdonság, és azt mondja, hogy volt egy ilyen, ő ott volt állítanom nála. Ez azért érdekes, mert szeptemberben volt a közvetőasszonyon a bejárás, és meg az itteni beszélgetés, felvetődött ez, hogy én gyakorlatilag akkor azt az álláspontot képviseltem, hogy nem Kilisboros jelen, hogy teljes létszámmal szeretnék. Ezt csak azért kérdezem, mert ezt most hallottam el, mert valószínűleg, hogy ezek a klik részről felvetődött az a bejárás. Hát gondolom, meg is keresik azt a lehetőséget, hogy a két település, mivel ilyen közel vagyunk egymáshoz, hogy az oktatásokat, hogy tudják racionálisan koordinálni és megoldani. Valószínűleg ez még további egyeztetéseket fog majd. Hát ugye az a helyzet, hogy a klik gyakorlatilag működtető lesz nem sokára. Tehát az épület gond is az ő alatt terelik, és nyilván mivel ürön szűkölködik a helyben, mivel ott tantermek építése volt tervezve, hát az is pénznek kell, akkor nyilván azt is felújítani, és akkor valamikusabbnak látszottam. Jó, ennyi csak, tehát ezek csak olyan hírek, amik is fölmerültek, aztán ahol vannak elhallgattak. De ha már iskolában volt, szóval gondoltam, hogy szóval tehetjük. És a Dórának ez mi a hozzáállása? Tehát itt ott nem akart közösen. Hogy? Azt már elmondta többször, hogy nem akart közösen. Hát ez egy felemás azért, tehát szerintem azért marad az ürömiskola. Jó, csak éppen kíváncsiságból vagy. Hát ebben az egészben az érdekes, hogy gyakorlatilag ebben a cipőben már jártunk. Igen. Van egy tapasztalatom, hogy a dologban. Ó, de akkor azt hiszem, hogy a két önkormányzat volt a működtető, és mondjuk az is további konfliktus forrás volt. Tehát ugye egy harmadik működtető van, tehát független ebből a szempontból esetleg lehet egy megoldást találni, biztos, hogy nehéz, tehát én ezt nem van egy kétségbe. Annyit tudok ehhez hozzátenni, tehát ez nem friss információ, amikor még annak idején fölmerült ez az ötlet, az újra még az gondolom sem pártolta ezt a lehetőséget. Hát nyilván mind a két intézményvezető szeretne az egész iskoláját megtartani. Most már mióta az állam állt, hogy tevesett a klik, kumulatlanárokat is ők irányítják ide-oda a mellett. Tehát olyan minimális mozgása mellett az igazgató, hogy... Papíron, de csak papíron, a gyakorlatban teljes mozgásterük van. Szóval, ha elolvasod a törvényt, azt mondod, hogy nincsen mozgásterük, a napi gyakorlatban viszont abszolút mozgásterük van. Tehát, mit mondják, szóval a klik igazgatónő aláírja azt, amit a helyi intézményvezetőség. Csak amikor egy technikatanát nem tudunk megoldani, és akkor keresni kell a környékből, hogy honnan miként ki fog áttanítani. Vannak ilyenek, tehát vannak részletek, de alapvetően azért még nem tudok érteni. Egy biztos, hogy az oktatási rendszer most nagy változás előtt alatt van, nagy mozgásban van. Mi egy önkormányzat, kicsik vagyunk ahhoz, hogy ebben a nagyban valamilyen szinten beleszünk. Mi
mi azt szeretnénk, hogy ez helyben megnyugtatóan megoldódjon, illetve azokkal a helységekkel, épületekkel, amik ennek kapcsán történetesen vagy felszabadul, vagy már célra lehet hasznosítani, azt tudjuk hasznosítani. Tehát, és természetesen odafigyelve a helyi intézmény vezetőnek a igényeire megpróbálni ezt képviselni és erősíteni, ameddig lehet és ameddig erre módunk és lehetőségünk. De itt most akkor térjük vissza a körzethatárig, tehát gyakorlatilag ugyanúgy, mint eddig minden évben Kilis-Borsai körzethatár, az a Kilis-Borsai határnál. És akkor a következő nevelési évre is körzethatárig bármilyen lehet csak felvenni gyerekeket. További kérdés összeomlottam. Van, amivel nincs, akkor szavazásra teszem a kérdést. Az, aki el tudja fogadni a határozati javaslatot. Köszönöm. Egy hangban elfogadta a kérdését. 4-es napirendi pont a civil szervezetek 2017 évi támogatási tájazat írása. Jól tudom, a Humán Bizottság is tárgyalta ezt, itt minden évben a civil szervezeteknek egy úgymond pályázati lehetőséget biztosítunk egy keretösszeg erejéig, ami alapján a jövő évi rendezvényeiket, működésüket, egyáltalán létüket valamilyen szinten, valamilyen alapszinten az önkormányzatnak saját büdzséjéből tudja finanszírozni, és hogy ez ne úgy történjen, hogy szokásunk alapján, hanem gyakorlatilag valami célok megjelölésével és programok megjelölésével egy jövő évi telt kapcsán pályázatot csinálni az önkormányzat felé, amit mondom, a bizottság kézbe kap és elbírálja, végig egyezteti a erre a célra szánt keretösszeg jó helyre és jó célra folytatódjon. Van bizottság részéről? Javasoljuk, így van. Tehát évek óta ez most már kb. 2 éve így megy is. Illetően 2 éve látom, és előre hoztuk, hogy ezt a dátumot december elején mi javasoljuk. Természetesen a határozat tartalmazása. Pénzügyi bizottság is javasolja. Pénzügyi bizottság is a keretösszeget, gondolom. Jó. Akkor ugye van egy elég hosszú határozati javaslat, ami gyakorlatilag abból áll, hogy pályázatot teszünk közzé, a teljes keretösszeg 2,5 millió forint, és gyakorlatilag maga pályázatról szóló értesítés, illetve a beérkezési határidők vannak meghatározva. Illetve a feltételrendszer. Ki az, aki ebben egyet tud érteni, kérlek, az feltartásra jelenzik. Köszönöm, egy gondolat, hogy elfogadta a testvényt. Akkor, mint mondtam, az 5-ös napirendi pont az anyag hiányával kifolyólag elapolásra kerül. A 6-os napirendi pont a téli gyermekétkeztetés. Ezt is elmondtam, mind a két bizottság tárgyalta. Részint ugye a pénzügyi vonzata miatt, részint pedig az ellátottak, illetve az érkezésben részesülő gyermekek létszámára vonatkozóan és összetételére vonatkozóan a bizottság, a Humán Bizottság is tárgyalta. A pénzügyi bizottság részéről az a javaslat, hogy ne csökkentsük a tavalyi összeget, így gyerekenként ezt a 19 000 forintos támogatást nyújtjuk. Ugye ez 23 főt érint, és összességében 345 000 forintot nyújt a költségvetésből. És a
akkor nem a 345 ezer, hanem a 437 ezer, hogy fogjuk lesz, mert hogy a keret megengedi, megkapják a tavalyban. Akkor a határozott javaslatban szerepel 345, az módosul. 437 ezer. Kérdés, észrevétel? Uvá, bizottság, üdvözli ezt az elmét. A család segítőben nem. Jó, amennyiben nincs több, akkor szavazásra teszem a kérdést. Ki az, aki elfogadja? Köszönöm, hogy van a fogadtatásnak. A hetes megint lemarad. Érkezett kellő mennyiségű ajánlat. A 8-as napirendi pont a közterületek elnevezése. Ezt nem tudom, mert itt voltam, ugyan dolgoztam, csak félfüllel hallottam a magbizottságból, hogy elég nagy vitát tett. Éles vita alakult. Éles vita alakult. Közepesen éles vita alakult. Elkerés nem volt itt. Mindenki szabad a véleményt alkothatott. Végül is történt az ügyben kompromisszumos javaslat. Nem, nem javasoljuk a fogadásra a jelen állapotokban ezt a helyet. Van valami konkrét észrevétel, hogy magában az anyagban mi az, ami... Igen, például ez a három köz elnevezésű helyzet, ugye? Van összesen három ház, ahol a vízzel utca, hogy mint 20 éve vannak töltött az ikerházak. Az Vincellér utca azt akarja átnevezni Várhalom közzé, ez a határozat alapján. És az ott lakók igencsak tiltakoznak ezzel, mert már több Miklószével, amióta megépült azóta. És hogyha a térképet megnézzük, az a Vincellér utcai kerekrész az éri. A másik pedig, hogy nem lett egyeztetve a kintivel sem, tehát hogy az Erge köz, tehát hogy ez most minek kapcsán, hogy hogyan, és akkor azt mondta az ügyintéző, hogy akkor tegyünk az új javaslatot a decemberi ülésre. Jó, hát akkor ezt most nem tárgyaljuk egyébként. Várhalom utca, Várköz utca, Vár akármilyen utca, az azért érdekes pont, mert lehet, hogy jelen pillanatban ha szembeállunk a baloldali rész Vincellér utca, viszont a másik oldal, tehát az utcának a másik oldal az meg nem Vincellér utca, az meg bár köz utca. Tehát egy utcának most gyakorlatilag két utca neve van. Tehát ezt mindenféleképpen rendezik el. Igen, szóval ez... De most az a parti döntetlen volt, én aki arra lakom, szóval szervesen az a rész azért most a Vár utca és Várhalom. Nem, pontosan én csak a Vár utcát ismerem. Tehát a Várhalom nekem egy új fogalom, de mindenképpen ahhoz a részhez tartozik egyértelműen, tehát a házaknak a bejárata, stb. Úgyhogy ezt speciál én, meg nem is tudom, hogy 2-2 volt a szavazatarány, ezt én nem tartom rossz ötletnek. Mondjuk én azért nem értem ezt, hogy a Várhalom közt, az a Várhalom utca. És a Várhalom utca egészen a Keskeny útig, nem a Vitterházig, tovább. Nem, az a saját terkük, ahol bejárnak, már bocsánat. Igen. Nem véletlenül van a Barambosnak, tehát nem véletlenül áll annak a háznak így a bejárata, mert nem engedték meg, hogy azt az utat, mert az ő saját terkük. Tehát az nem utca, és nem is köz. Hát pont a közt nem értem, de ha meg nem utca, akkor a Vincellérnek sem utca. Azért Vincellér, mert mindenkinek a telkek hűjér oda, arra, amikor volt, hogy megnyűlik mindenkinek. Nem ér ki. De. Ott van a önkormányzati terület, pontosan most ennek kapcsán, ugye, mert annak idején az önkormányzat úgy tervezte, hogy a Vincellér utca, igen, művelik és használják, sőt, legújabban le is akarták keríteni, amire a felszólítás kimentés a és a hogy mondjam, rossz állásunk, úgyhogy remélhetőleg leálltak ebben a kerítéssel. Tény az, hogy szeretnék tulajdonba venni azt a részt, azon lakók vagy egyes lakók,
akik jelen pillanatban az önkormányzati területet is használják, de egyébként amikor kijelölésre került, akkor kijelölésre került úgy, hogy a Váruccával összekötésre kerüljön a Vincenzo. De az jóval följebb, hogy ez a kétemérítők szóval. Tehát az a Váruccával nem, a tetején van. Nem, az ott jön ki. A Zsuzsi végig, Zsuzsa. Annak a házak a végénél jön nem, ki, az csak így nincs. A végénél, tehát a teltek végében nincs. Meg a vége, de Vincenzo. Tehát nem ott jön ki el, nem a Váruccával. Nem, nem. A tetején jön ki. Nem a bejáratok. De hát ott van egy nagy szintkülönbség. De hát azért, mert jó, persze a Bitterház is lehet, de nem a külső szerelem a belső széneink, tehát a galambos házáig van. Igen. Tehát tulajdonképpen, ha addig Várhalom utca, akkor miért nem utca tovább? Akkor miért nem utca továbbra is? Mondjuk. Jó, ez logikus, legyen Várhalom utca. Mert az akkor úgy tovább megy. De miért legyen annak más neve? Tehát most ha és amennyivel Vincenzo utcának hívják most, akkor össze kéne kötni a Vincenzo utcának. Azt meg nem tudod. Hát de ez nem ott van. Mert van szintkülönbség. Nem csak a szintkülönbség. Nem ott van, hanem mögötte ott van. Igen. Így van. Térbe is el van tőle. De ebben nincsen semmi baj. Mert ha ők ragaszkodnak a Vincenzo utcához, akkor meg kell nekik mondani, jó, másik oldalt meg lesz nyitva, ez meg akkor lezárásra kerül, mert ez az utca nem utca. De az ő magánterület, az nem utca, az magánterület. Na, hát akkor meg lesz. Ők követték oda azt le. Lesz az kapurajta, és akkor a postaládat ki lehet rakni, de ezt tudni, hogy ki lehet a postáért. És egyszer gondol az egyik, és nem engedje át a másik. És akkor nem így járt. Jó, ez tipikusan Atom Reaktor Bicikitáról Teteje című történet. Ezen jó sokáig el lehet majd polemizálni. De ez egy jó elfoglaltság. Szeretnénk akkor a decemberére egy javaslatot tenni erre, akkor most, a külső most részre is volt még egy utca is hiányzott, úgyhogy azt kérdezik, hogy valóban meg az Erge, az Erge köz, köz, és ez a Erge tehát igen, tehát itt van egy ilyen, mert a logikus, ha már Őz utca a másik, akkor az legyen Szarvas köz, akkor meg én azt mondom, hogy a Szarvas legyen az utca, mert mégiscsak nagyobb állat, és az Őz legyen az utca. Vagy a kisebb állatokról legyenek közök, tehát a nyúl köz, mókus köz, és Zerge utca, de ez valóban, ez egyébként most vicces, de tényleg, hogyha ez, ugye voltunk egy olyan közmeghallgatáson, ahol a fecske közről volt szó, mert hogy a fecske ez nem Erdélymadárban valami hasonló. Tehát, hogyha már kiosztjuk az utcaneveket, akkor legyen helyben, de speciál ezt a Vincenzo dolgot, ezt, én szerintem az valóban fizikailag abszolút oda tartozik a Várhalom utcához. Ebben igazad van, akkor ne legyen köz, hanem legyen Várhalom utca. Annak a folytatása. Tehát ahhoz a Vincenzo utcának annyi köze van, valami köze van, papíron valahol. A térték végén egy nem létező utcá, tehát papíron létező utcához tartozó telekvég. Tehát ez nem... Én megértem, hogy át kell iratniuk, de ami nem is hozzájuk tartozik. Ami nem is hozzájuk tartozik. Szóval ez valamikor hozzájuk tartozott, de jelen állapotban, jelen tulajdonosságok között nem hozzájuk tartozik. Ennyi erővel azt az Éváiknak a háza is lehetne Vincenzo utca, hiszen a telke kiírt. Nem az Évik, nem jön oda ki? Ki ez? Szerintem ki. Ki? Mert a Gunderék telkét oda találja. Igen, megjön. Hát azért akkor ők is lehetnek. Az utca építése jön, akkor ott be is fejlődik. Szerintem vegyük rá ezt napirendi pozíciót, ez a bizottság dolgozzon ezeket. Igen, akkor jó? Ezt elnapoljuk, jó? Annyit szeretnék kérdezni, hogy ez a határozati javaslat sem érkezett meg hozzám, de a legújabb adórendelet tervezet sem. Most átnéztem itt a rendeletet mindent, és nem jött meg hajra alatt a listáról. Kérem erre, figyeljenek a nézőket. Jó, tudom, hogy az adórendeletről miről volt szó, mert ugye az első ülésen ott volt. Azért nem értem, hogy a meghívó az eljött, igen. De az külön. De én onnan küldtem, mert megkaptam. Tehát ezt nem én találtam ki, tehát én megkaptam. De hát, hogyha tegnap volt az utolsó módosítás az adórendeletre, akkor kaptam volna meg. A pénteki tesznek? A tegnap, ami módosítás, az nem is lett kiküldve. Egyetlen egy szómódosítás. A pénteki az már volt. Jó, tehát azóta lényegi érdemi változás nem történt. Egy
konkretizálás, ez a két szó került bele, tehát semmi más. Azért tisztázva lett, hogy mi került bele írásra? Igen, jeleztem, hogy én azt tudom, hogy miről van szó, tehát. Tehát az, hogy az adott ingatlanra vehető igénybe az a kedvezmény, igen, amit ott a paragrafus említ. Jó, ez, most nem. Ennyi, ez nem kerül is kérdésre. Vettük a képviselő javaslatát, kérem, fokozottan figyeljük oda, hogy a képviselő kapja meg az ingatlanra. Már csak azért is, mert azt hiszem két vagy három ízben is jelezte, hogy ingatlan cím változása lesz, nem tudom, hogy a hivatal figyelmét elkerült-e, vagy nem került-e, tehát akkor az is e-mail címére figyeljük oda, hogy kapja. Szombaton is, akkor azóta nem volt kiküldve. Jó, akkor ez elnapolásra került, erről beszéltünk most, nem? Igen. Akkor ki az, aki elfogadja, hogy az elnapolásra kerüljön? 8-as napi rendi pontunk, egy hangon a rendőrgató testület, és akkor 9-as is napi rendi pontunk, Iskola utca 2 bérleti szerződés megkötése. Ez ma zárt. Ez akkor az zárt. De ez a helyezés. Valahogy elkerült el figyelmünket, ettől függetlenül nagy valószínűséggel azért nem vertek ki a biztosítékot, mert az élet megy tovább, tehát folyamatosan használjuk, meg csináljuk úgy olyan értelemben, mintha meg lett volna kötve erre vonatkozóan a szerződés, de valóban ezt pontolni kell, mert csak azért is, mert a pénzügyi elszámolás szempontjából fontos, hogy ennek mögöttese rendben legyen, tehát az a 2016-i szerződés, ami 2017 február.